Köszöntöm nézőinket! Önök Dombovári magazinunkat látják. A következő témákkal készültünk. Magyar-máltai szeretett szolgálat, Eszterházi Miklós Technikum tanévnyitó. Szent Mise a Jézus Szíve templomban Dombóváron. Évnyitó elkezdődött a 2024-2025-ös tanév a Szent Orsolya Bencés Iskola központban. Felfestések gyalogos átkelőhelyeknél. Cél a biztonságosabb átkelés. Dombóvár másképp fotókiállítás. Augusztus végén tartják a fotográfia napját. Tanévnyitó ünnepi Szent Mise a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházi Miklós Technikum iskolájának a Dombovári Jézus Szíve templomban. Meghitt, nyugodt, békés, rövid, ugyanakkor tartalmas megnyitóval kezdték meg a tanévet a diákok. Szolgálatnak országszerte 20 iskolája, óvodája van. Az iskola lehetőséget ad a gyermekeknek többféle ágazatban tanulni. 4 éve vettük át a Hemit Dombóváron, a Máltai Szeretett Szolgálat részéről. Másodszor van alkalmam itt lenni a tanévnyitó misén. Fantasztikus élmény. Nagyon büszkék vagyunk erre az iskolára, nagyon büszkék vagyunk a diákjainkra. Az iskola diák létszáma rohamosan növekszik, tehát legmerészebb álmainkban nem gondoltuk volna, hogy néhány év alatt megdupláztuk a létszámát a Dombovári Eszterházinak. Ugye nagyon sok nappal is diákunk, és nagyon sok felnőtt is jár az iskolánkba. Nagyon-nagyon sok ágazatban, több mint egy tucatnyi ágazatban képezünk itt a szakképző intézményben, szakképző iskolai technikumi esti képzésben is, és amire szintén nagyon büszkék vagyunk, hogy olyan fiataloknak, akik bármilyen oknál fogva lemorzsolódtak esetleg az iskola rendszerből és a hagyományos pedagógiai módszerekkel nem sikerült őket bent tartani az iskola rendszerbe, mi iskolánk ezt tudja biztosítani, ugyanis van műhelyiskolai képzésünk azoknak a 16 év fölötti diákoknak, akik lemorzsolódtak az iskola rendszerből, van orientációs évfolyamunk azoknak a diákoknak, fiataloknak, akik nem tudják még feltétlenül eldönteni 14-5-6 évesen, hogy milyen irányba, milyen szakma irányába szeretnék tanulni. Nekik is ajánlunk képzést, sőt, még van úgynevezett dobbantó programunk is, ami pedig azoknak nyújt kiváló második, harmadik, ki tudja, hanyadik esélyt, akik nem végezték az általános iskolát, viszont hogyha itt nálunk a Dombovári iskolánkban elvégzik a dobbantó programot, utána a műhelyiskolát, ez gyakorlatilag kb. Másfél év alatt, akkor általánoskai végzettséghez és részszakmához is jutnak. A Szent Mise után az iskola sportcsarnokában folytatódott a nap. Az öltözökbe új bútorok kerültek átadásra. Sok éves hagyományt folytattunk. A igazgató asszonnyal és a mi egyesületünk vezetésével nagyon jó kapcsolatot ápolunk itt az iskolában. Itt, ahol láthatjuk itt is a sportcsarnokban, ahol vagyunk, több olyan beruházás valósult meg az évek során, ami szerintem méltó körülményeket biztosít mind az itt is az iskolában tanulók, illetve mind az egyesületünkben sportoló gyerekek számára. A sportcsarnok felújításán túl apróbb dolgokba is próbáltunk előrelépni. Mögöttünk látható egy eredményjelző, amit egy-két éve szintén beszereztünk, és akár itt a padokat, vagy ha a kapukat nézem, akkor azokat is ugye közös erővel, vagy inkább az egyesületünk révén szereztük be. Ezt a hagyományt szerettük volna folytatni, most az előző tanév végén volt egy kis pályázati lehetőségünk, és a 2 öltözőre való öltözői butort, vagy öltözői padokat szereztünk be. Ez egy 3-as összefogás volt, mert mind a Dombováros önkormányzata, mind pedig ugye az iskola fenntartója is a finanszírozásban részt vett, és a maradék körülbelül 50%-ot az pedig ugye az egyesület tette hozzá. Itt szeretném megragadni az alkalmat, ugye, hogy Ás Dezső jó barátomat is méltassam, hiszen az egyesületnek jelen pillanatban ő az elnöke, a pasztesének, aki ugye ezt finanszírozta, illetve ennek a létesménynek a fenntartója, illetve a sportcsarnok vezetője is ő, és hát ugye vele együtt
ötlöttük ki ezt a dolgot, és polgármester, illetve igazgató asszonynak közösen valósítottuk meg. Női öltözőket újítottuk fel, vennének vadonatúj padokat, ehhez hozzájárult az önkormányzat is, és most ezeket a padokat tekintettük meg a fenntartóval együtt. Ez az együttműködés egyébként a focisulival és az önkormányzattal már nagyon régóta tart az intézményben. Nagyon örülünk neki, mert sok hasznunk van idézőjelbe belőle, de természetesen mi is cserébe rengeteg mindent próbálunk meg adni a focisulinak, ingyen lehetőségeket ahhoz, hogy focizzanak akárként, akár bent. Tehát az együttműködés az általában kölcsönös mindkét részről, úgyhogy idén a tanévnyitóra vadonatúj focilabdákat is kaptunk tőlük, és hát ezt láthatták most ebben a pillanatban. Szeptember 1-én becsöngetnek az oktatási intézményekben. Dombóváron a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ megtartotta tanévnyitó ünnepségét, amelyen zenés műsorral is készültek. Van nekünk egy saját iskolai himnuszunk is, amit el szoktunk játszani évnyitón, évzáron, meg nagyobb ünnepekkor, és ezt most az iskolai kórus Orsi néni vezetésével, és itt a zenekar fogja eljátszani, amit ti először hallottok valószínűleg. Taníts minket, Istenem! Mutasd meg, minél több csodát, hogy higgyünk még tovább. Higgyünk még tovább. Taníts minket, Istenem, hisz jobban látsz, és többet Az iskolában idén is rendhagyó módon köszöntötték az elsősöket, tájékoztatott Kerényi Zsolt igazgató. Elég nagy feladat elé lettünk állítva ezzel a telefonkérdéssel, vagy okos eszközkérdéssel. Megpróbáljuk valahogy az elején, én azt gondolom, hogy ez kell egy-két hét, vagy akár hónap, hogy kiforja magát, hogy itt mi az, ami gyakorlatban alkalmazható módszer ennek a betartására. Egyébként a magával a alapelve és a rendelettel egyetértek, mert rettentő károkat kezd okozni a okos eszközök használata. A hangerőt fogjuk mérni, a hangerőt milyen mértékegységgel mérjük, nyolcadikosok? Nem tanulták még, mondja Balázs bácsi, ki tudja? Zenészek. Decibelbe mérjük, tehát decibelbe fogjuk mérni a kiáltások erősségét. Fölteszek egy kérdést, és aki egyetért vele, az kiabál, visít, minél hangosabb ez a lényeg, Balázs bácsi méri. Ide állj föl, részes Balázs bácsi, hogy jobban tud mérni. Ki az, aki várta a tanév kezdetét? Aki ezzel egyet, az kiabáljon. Most! Nekem nagyon rossz gyerekkori élményeim vannak az évnyitókról, és amikor iskolaigazgató lettem, akkor elhatároztam, hogy egészen más jellegű évnyitókat fogok csinálni, és hát ez is olyan, hogy sok játék van benne, meg zene, tehát a gyerekeknek ne egy olyan élmény legyen ez, hogy már megint kezdődik. Egy-két nagyon pozitív visszajelzésem van, például egy 8-os gyerek azt mondta valami családi program volt, hogy mindenféleképpen itt szeretne lenni. Hát ha más nem, akkor ezt elértük ezekkel az évnyitókkal. Egyébként 270 diák kezdi nálunk el a tanévet az idén. Hogy hívna? Erdélyi Virág. Na Virág, halljuk a verset. Matos, Maja, elsős leszek, akár hiszed, akár nem. Nagyon jó az én kedvem, tudod minek örülök? Iskolába kerülök. Szép volt a nyár, szép nagyon, sütkéreztem a napon. Játszottam és ugráltam, szaladgáltam, bringáztam. Halacskákkal versengve, úszkáltam a tengerbe. A 8. osztályos tanulók tornazsákot osztottak ki a leendő első osztályosoknak. Feladat nekik az, mondom, aki még nem tudja, hogy mindenkinek a kezében van egy névvel ellátott tornazsák, és meg kell keresni a tornazsákhoz tartozó gyereket. Nem olyan könnyű, valamikor ebből óriási kavalkád van, valamikor egészen simán megy, most meglátjuk, milyen lesz. Aranyhídon sétál a bíbor, naplemence, és fújja a hajamat a szél. A
tanévkezdés miatt az oktatási intézményeknél megnövekedett a zebrákon a gyalogos átkelők száma. Polgárőrök, rendőrök segítik az áthaladást, de fontos, hogy járókelők is körültekintőek legyenek. Ennek érdekében Dombóváron felfestések kerültek fel a járdákra. A piktogramok emlékeztetik a gyalogosokat a biztonságos átkelés feltételeiről, mondta Pintér Szilárd polgármester. Elérkezett szeptember 1-e és ugye másodikán kezdetét vette a tanév. Ilyenkor mindig tanév elején a gyalogos átkelőeknél a rendőrség, közszereplők és a polgárőrök biztosítják, hogy a még ugyan vidám fiatalok biztonságba érkezzenek meg az oktatási intézményekbe. A rendőrségi kezdeményezésétől eltérően azért egy picit mással is készültünk, minden gyalogos átkelő hely elé piktogramok kerültek felfestésre, amelyek felhívták a gyalogosok figyelmét arra, hogy ne telefonáljanak és feljelgatóval, ne próbáljanak meg átkelni a gyalogos átkelő, hiszen a külső zajoktól teljesen elzárják magukat, telefonnyomkodásával elvonják a figyelmüket, és úgy minden kevesebb baleset veszélyes helyzetet teremtsünk itt, főleg az év elején, azt mondom, ez egy nagyon fontos lépés, és minden gyalogost arra biztatok, és ilyen a gyalogosoknak alapvetően nagyon fontos, nézzenek a lábuk elé. A Tolna vármegyei rendőr főkapitányság is figyelmezteti a járókelőket, hogy körültekintően, szabályszerűen keljenek át a zebrákon. Tolna vármegyei baleset megelőzési bizottság a helyi önkormányzatokkal karöltve abban állapodott meg, hogy a vármegyében lévő városoknak a zebráira különböző figyelemfelhívó piktogramokat fest fel azzal a céllal, hogy a gyalogosok figyelmét felhívja arra, hogy hogyan lehet biztonságosan átkelni a zebrákon. Ez történt meg a napokban Dombóváron is ezeknek a piktogramoknak a felfestése, mégpedig azzal a céllal, hogy a gyalogosok ne fülhallgatóval, zajszűrős fülhallgatóval keljenek át a gyalogos átkelőhelyen, illetve ne nyomkodják a telefonjaikat, amikor a zebrákon áthaladnak. Hiszen ez nagyon balesetveszélyes, mert abban az esetben, hogyha nem halljuk, nem látjuk és nem észleljük a körülöttünk lévő külvilágot, akkor az balesetekhez és sajnos tragédiákhoz is vezethet. Ez mutatja azt, hogy az elmúlt évben sajnos 8 gyermek veszítette életét közúti balesetekben, és volt közöttük olyan is, akit zebrán ütöttek el az ország útjain. Ezért nagyon fontos, hogy a zajszűrős fülhallgatót a zebrán való, illetve az úttesten való átkelés során ne használjuk, mert ezáltal a körülöttünk lévő zajokat kiszűrjük, nem halljuk azt, hogyha megkülönböztető jelzéssel érkezik egy mentő, tűzoltó vagy akár egy rendőrautó, és abban az esetben, hogyha féktávolságon lépünk le egy jármű elé, akkor hiába a zebrán nekünk van elsőbségünk, nem feltétlenül mi leszünk azok, akik vétlenül fogunk ebben részt venni. A közlekedés legvédtelenebb résztvevői a zebrán átkelő gyalogosok, illetve a gyalogosok, hiszen őket semmilyen módon nem védi, semmilyen kaszni, mint az autósokat. Ezért, hogyha egy kisebb ütközés is történik, akkor az legalább egy könnyű sérülést okoz, amelynek a vége egyébként tragédia is lehet. Tolna vármegye útjain nagyon kevés olyan gyalogos átkelő hely van, ahol a zebrák környékén lámpák is vannak, ezért fontos az nagyon, hogy körültekintőek legyünk, és abban az esetben, amikor a lámpa zöld jelzést jelez a gyalogosnak, akkor se lépjünk le anélkül, hogy körülnézzünk, mindig vegyük fel a szemkontaktust a járművezetőkkel, hiszen hogyha ezt megtesszük, akkor az autós is jobban fogja érzékelni azt, hogy mi mindenképpen le szeretnénk lépni a zebráról, és nem csak beszélgetni álltunk meg az útteszt célén, úgyhogy a legfontosabb tanácsunk az, hogy vegyük fel a szemkontaktust a gyalogos átkelőhely előtt, illetve az átkelés hely előtt a járművezetőkkel, legyenek azok kerékpárosok, motorosok, vagy akár autóvezetők. A biciklisek áthaladásával kapcsolatban szintén szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kerékpárosnak csak kizárólag akkor van elsőbség a zebrán, hogyha leszáll a kerékpárjáról, és gyalogosként tolja át azt az úttesten, abban az esetben, hogyha nem ezt teszi, akkor szabálysértést követel a kerékpáros, és akár bírságot is kaphat a rendőröktől. A dombováriak bíznak abban, hogy a felfestések a jövőben beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, és biztonságosabb környezetet teremtenek. Augusztus végén ünneplik a Magyar Fotográfia Napját. Dombóváron idén versenyt is hirdettek meg, hogy bárki, aki részt szeretne venni és megmérettetni magát a fotózásban, annak lehetősége nyílt beadni a versenyfotóit kiállítás keretein belül. Másképp fotópályázat Dombóváron. Nagy érdeklődés övezte az eseményt. Tehát a művelődési háznak az egyik, azt lehet mondani, évad nyitó feladata itt augusztus végén következik el, amikor a hosszabb nyári szünet után elkövetkezik a Magyar Fotográfia Napja,
ugye ez augusztus 29-én van, minden évben ezt megünnepeljük, ilyen-olyan kiállításokkal. A tavalyira nagyon jól vissza tudok emlékezni, akkor Szarvas Antal kiállítását nyitottuk meg, aki egyébként ebben a mostani történetünkben aztán zsűritagként vett részt szintén ezen a mostani programon. Az idén azt gondoltuk, hogy a Facebookon már folyó másképp, Dombóvár másképp fotós sorozatot behozzuk ide a ház falai közé, és meghirdetjük a dombóváriaknak amatőr és profi kategóriában, és nagy örömünkre tényleg szép számmal érkeztek jelentkezők, és küldték be az ő képeiket. A zsűri, az öttagú zsűrinek nem volt könnyű dolga, külön kategóriákat is kellett még kialakítaniuk, és a 18 éven aluliakat is külön díjazták. Úgyhogy gyakorlatilag ez a kiállítás, amit most megnyitottunk, ez a legjobb képekből készült. Mindenkinek valamelyik képe, amit beküldött, az kikerült. Tehát ide ma úgy nem jött egy olyan verseny résztvevő sem, aki nem látta viszont a falon a saját képét. Természetesen a legek 12 darab díjat osztottunk ki, őket aztán jutalmaztuk is, nem csak oklevéllel, de megkapták ezt a képüket, amivel gyakorlatilag nyertek. Valamint nagyon hálásak vagyunk a dombóvári vállalkozóknak, mert akárkit kerestünk meg, mindenki valamilyen utalvánnyal vagy valamivel támogatta ezt a rendezvényt. Szeretek fényképezni. Volt egy-két dolog, fiatal voltam, ezeket megnéztem, például a Kornis Péter albumait. Volt egy Friedman Endre, én táncoltam valaha népegyüttesben, ő fotozott bennünket. Nagyon kedves ember volt, már meghalt személy. Úgyhogy valahol itt kezdődött, hogy én úgy találkoztam a fényképezéssel. Korábban nem volt annyi pénzem, hogy vegyek egy fényképezőgépet, tehát nem volt rá alkalmam sem. Ez a később már lett persze. Úgyhogy így kezdődött az egész. Az elképzelésem, amikor azt mondta, hogy másképpen lássuk a világot, ez nem mindegyiknél teljesült, de van, amelyik zseniális, meg kell mondjam. A fotókat kizárólag Dombováról lehetett készíteni. Két kategória volt hirdetve, amatőr és profi. Profi fotósoktól vártuk a fényképeket, akik már kaptak valamilyen honoráriumot a munkájukért, illetve a fényképezésükért, és illetve hát az amatőr kategória. De mivel nagyon sok fénykép érkezett be a meghirdetett pályázatra, ezért létrehoztunk külön kategóriákat is, ilyen volt például a legtechnikásabb fotó, hiszen voltak olyan képek, amik nagyon nagy technikai tudást igényeltek, és ebből is kaptunk jó párat, ezt nem szerettük volna veszni, hagyni, illetve értékeltük a fiatalok fotóit, a 18 év alatti kategóriákban szereplő fényképeket. Nagyon ügyesek voltak a fiatalok, teljesen felnőttek a feladathoz, és létrehoztuk a legjobb drón fotó kategóriát, hiszen ma már a technika annyira fejlődik, hogy nagyon sok szép számú kép érkezett be hozzánk, és ezeket pedig nem szerettük volna egy serpenyőbe tenni a többi fényképpel, és ezáltal külön bíráltuk el azokat. Továbbá voltak nagyon technikás fotók is, ilyenek például a multi-expozíciós fotók, amikor kettő-három vagy akár több fénykép vagy réteg van egymásra helyezve, és ezeknek a rétegeknek az átláthatósága kisebb-nagyobb mértékben változik, úgyhogy ezért hoztuk ezt létre, hogy a legjobb multi-expozíciós fotó kategórián. A profi kategóriában beszélgettünk az első helyezettel. Az első helyezés sikerült profi kategóriában megszereznem, illetve megkapnom ez a megtiszteltetésért, úgyhogy örömteli ez a nap. Kamaszkorom óta, amelyik kamaszkorban kezdtem még az analóg technikával, aztán áttértünk a digitálisra, és most megint az analóggal játszadozom. Hogy ismerjük meg a lakókörnyezetünket egy kicsit másképp valóban, egy kicsit lassuljunk le a dolgok előtt, és úgy menjünk el az ismert utcákon vagy épületeken keresztül, hogy egy kicsit más szemszögből nézzük meg, vagy álljunk meg egy kicsit és csodáljuk meg azt a virágot, mert rohanás az életünk, mindig rohanunk mindenhova,
és kellenek az ilyen kis pillanatok, hogy az ember egy picit lelassuljon, és átélje ezeket a pillanatokat, amiket akár a természet, akár az utca, bármi ad nekünk. A következő percekben egy kis zenés kert csinálót adunk a dombóvári őszi-téli programokhoz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!